A 2011-ben alakult Hot and Cold Term Kft. Fő tevékenysége az épületgépészeti tervezés és kivitelezés. A cég néhány éve új vizekre vezett. Európai Uniós támogatásból létrehozott egy kutatásfejlesztési központot, és olyan eszközöket vásároltak, amelyek a gumiabroncs granulátum finomölését teszik lehetővé. Ezáltal a már elhasznált anyagot képesek környezetkímélő módon újrahasznosítani. Ahogy az innováció maga is állandó, és soha véget nem ér, úgy a feladatok előremutatóak, környezettudatosabb technológiát kell fejlesztenünk a vállalat számára. A cél az, hogy elasztikus termékből, elsősorban gumitermékből az ipar számára olyan technológiához juttassuk, amely az ipar fenntarthatóvá válását tudja elősegíteni. Mi nem a hulladékból akarunk újabb hulladékot előállítani, hanem azon dolgozunk, hogy hulladékból megfelelő alapanyagot állítsunk elő. A társaság most újabb Európai Uniós pályázatot nyert el, melynek részeként tovább tudják hasznosítani a korábban megszerzett tapasztalatokat, és fejleszteni tudják eszközparkjukat. Az új projekt az előző nagy projekt lezárására épül. Itt megvalósult a mögöttem látható olyan technológiai gépsor, ami ipari szinten tudja demonstrálni, hogy ez az újrahasznosító eljárás, ez a magas nyomású vizes újrahasznosító eljárás hatékonyan képes felölölni ezeket a gumiabroncsokat. Az új projektben az előző projekt tapasztalatait és a hibáit kijavítva és a fejlesztési lehetőségeit kihasználva olyan célokat fogalmaztunk meg, amik még inkább energiahatékonnyá és zöldebbé teszik ezt a technológiát. Ez a fő csapás irányunk, hogy kevesebb energiával, megújuló energiaforrásokat használva még környezetbarátabb módon tudjuk ezt az újrahasznosítást véghez vinni. A cégnél évek óta működik duális képzés, így a térség szakképző intézményeinek tanulói még képzettségük megszerzése előtt hasznos munkatapasztalatokat szereznek. Vinnai Győző országgyűlési képviselő szerint az egymásra épülő versenyképes termelés, az oktatás és a kutatásfejlesztés jelenti a társaság sikerét. Hogyha nagy cégek, vagy akár közepes és kisebb vállalkozások is kutatásfejlesztéssel foglalkoznak, az magas hozzáadott értéket jelent, az jelenti a jövőt, hiszen az utána jövő munkafolyamatok erre épülnek, erre a technológiára épülnek. Ha kitalálunk egy új technológiát, és azt utána a gyakorlatban megvalósítjuk, akkor ez egy izgalmas mérnöki munka, utána egy izgalmas kivitelezői munka, megvalósítás, és utána lehet az oktatásba átvinni. A cég a projekt megvalósítására több mint 333 millió forint támogatást nyert el.